Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. Megújulhatnak a gimnáziumok, lezárult a Modern Városok program tervezési előkészítési szakasza. Muti, hol dolgozol? A tornyai múzeológusai ma a kirakatban mutatták meg, mivel foglalkoznak. Az idei húsvét üzenete. Van élet a halál után, lesz élet a járvány után. Március 31-én lezárult a Modern Városok program hódmezővásárhelyi gimnáziumokat érintő tervezési, előkészítési szakasza. A projekt keretében új épületszárnyakkal bővülhet a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Németh László Gimnázium is. Az egyházi iskola műemléképülete is megújulhat, egyes tereiben funkcióváltás történhet. Például a tervek szerint a jelenlegi tornatermet díszteremmé alakítanák. Április 1-én a projekt vezetői kérvényezték a beruházás megvalósítását, már csak a miniszterelnökség beleegyezésére várnak. Hétfőn kihelyezték a Kossuth térre a Modern Városok program hódmezővásárhelyi beruházásait részletező információs táblákat. A Bethlen Gábor Református Gimnázium új épületszárnyakkal bővülhet, és a Németh Lászlóhoz is csatolnának egy multifunkciós rendezvényteret. A beruházások előkészítési szakasza március 31-én lezárult. Elkészítettünk például a építményi vezetékeket, amik majd a kivitelezést fogják szorgalmazni, illetve kiszolgálni. Megcsináltunk olyan kivitelezést, például csatorna rákötést, amely szükséges ahhoz, hogy most tudjon működni az iskola, és majd amikor a kivitelezés elkezdődik, akkor utána is biztonsággal tudjon működni. Az intézményekben régóta várt előrelépést jelentene a bővítés. A Németh László tanulói létszám szempontjából már kinőtt a jelenlegi épületét, a Bethlenben pedig egyes részek már nem felelnek meg a kor elvárásainak. Az épület maga az újkori olimpiák történetével azonos korú, így azután az is érthető, hogy az 1896-os években, amikor Sándi Gyula tervei alapján megindult az építkezés, akkor azt a 20. századra építették, ma pedig itt vagyunk, és a 21. század kihívásaira szeretnénk választ adni. A projektvezetői március 31-én átadták a tervdokumentációkat és a pénzügyi adatokat a miniszterelnökségnek. Jelenleg a beleegyezésükre várnak, hogy megkezdődhessen a kivitelezés, és új arcot kaphasson Vásárhely két fontos oktatási intézménye. Építőipari tervezés, kivitelezés, nyílászárók gyártása, hotel és kávézó üzemeltetése. Ez csak néhány a Bodrogi Ferenc cégcsoportjához tartozó területek közül. A vállalkozó két évvel a rendszerváltás előtt egyedül indította el cégét, 2021-ben pedig az év vállalkozójának választotta a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat. A fejlődés még nem ért véget a bodrogi vállalkozás életében. Nemrégiben új földterületet is vásároltak Hódmezővásárhelyen, és szegedi gyáruk bővítése is tervben van. A külsős munkavállalókkal együtt több mint 1000 főt foglalkoztató Bodrogi Ferencet választotta a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat az év vállalkozójának. Az üzletember az elmúlt 34 évben folyamatosan fejlesztette vállalkozását, 1987-ben még egyedül dolgozott építőipari tervek készítésén, már a hotel, squashpálya, nyílászáró és vasszerkezet kivitelező egység is cégcsoportjának részét képezi. Figyelemmel vagyunk arra, hogy olyan üzleteket kössünk meg, ami nem csak számunkra fontos és számunkra előnyös, hanem a partner számára is megfelelő előnyöket rejt magába, tehát ahogy szokták mondani, ez a win-win típusú üzletek megkötésére szorítkozunk. A vállalkozó filozófiája sikeresen átsegítette a céget a 2008-as világválságon és a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségeken is. A mai napig motivált, ugyanazzal a lendülettel végzi munkáját, mint tette azt több mint 30 évvel ezelőtt. Ha tükörben nézek, vagy hogyha rám nézek, akkor talán ez a fiatalság már kevésbé markánsan látszik, és őt akár másképp is lehet fogalmazni, de én magam belülről még mindig fiatalnak érzem, és megvan a motiváció, hogy szeretlenül haladjunk előre. Bodrogi Ferenc szegedi hőszigetelők gyártásával foglalkozó részegységének bővítését is tervezi a közeljövőben, valamint a Vásárhelyi Ipari Parkban vásárolt telkével is komoly tervei vannak. Amikor a gyűjtemények gondozói kilépnek a kulisszák mögül és betekintést engednek mindennapi tevékenységükbe.
A Tornyai János Múzeum is csatlakozott ahhoz a Muti Hol dolgozol elnevezésű országos akcióhoz, amely során a résztvevők egy napig egy nagyon látványos helyszínen, a kirakatban végzik munkájukat. A szemfüles érdeklődők így a szakkönyvtáros, a néprajzkutató és a helytörténész feladataiba kaptak bepillantást. Szakemberek a kirakatban nem áprilisi tréfát űztek a Tornyai János Múzeum dolgozói ma a vásárhelyekkel, csupán a láthatatlan irodák helyett a nagyon is látható térbe költöztek ideiglenesen. A múzeumunk csatlakozott az országos felhíváshoz, a Muti Hol dolgozol akcióhoz, amit a három királylány és a három királyfi szervez. Most ugye a koronavírusra való tekintettel online térbe zajlik. Szeretnénk kicsit megmutatni, betekintést nyújtani a kollégák munkájába, közelebb hozni a gyűjteményi munkát a látogatóknak. A múzeum kirakatában ma olyan tárgyak is feltűntek, amelyek saját vagy nagyszüleink otthonában is megtalálhatók. A retro témájában az elmúlt időszakban a néprajzkutató számos tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét, ám a munkája ezzel még közel sem ért véget. Most ennek a feldolgozása, illetve az adminisztrációja folyik, ebből láthat a járókelő közönség néhány részletet, hiszen ezeket a tárgyakat fel kell listába venni először, még mielőtt majd a rendes nyilvántartásba bekerülhet, és most ezt a fázisát végzem a munkának. Itt nagyon sokféle tárgy van egyébként, tehát tényleg időben is és tárgytípusok között is kalandozás. A helytörténész is a múlt értékeit szemrevételezte és rendszerezte. A múzeum birtokában nemrégibe került az a több száz felvételből álló fotóanyag, amelyet a hajdani vásárhelyi fényképészek kaptak lencse végre. Rengeteg portré került most be a gyűjteménybe. Esküvői képek kergyarapodott a gyűjtemény. Iskolai csoportképek vannak, amik ugye nagyon érdekesek, mert itt gyakorlatilag az 1900-as évek elejétől kezdve egészen 1957-ig bezárólag kerültek be fotók. Az országos kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a kirakatban látható szakemberek segítsék a fiatalokat a pályaválasztásban. Aki most lemaradt, az online térben a múzeum közösségi oldalán még pótolhatja az élményt. Van élet a halál után, lesz élet a járvány után, ad biztatást és reményt az embereknek Száva Szabolcs. A Szent István templom plébánosa szerint az idei húsvétnek ez a legfontosabb üzenete. A mostani nehéz helyzetben is hinni kell a feltámadásban, és abban, hogy a csüggedést és a szomorúságot egy szebb és szeretetteljesebb élet váltja fel. Ehhez azonban érdemes átértékelni az eddig természetesnek vett gesztusainkat, a készfogást, az ölelést, a találkozásokat. A keresztény világ a következő napokban a legfontosabb ünnepére, a húsvétra készül, de nem a hagyományos módon, hiszen a templomok most újra zárva tartanak. Sajnos úgy, mint tavaly, idén is a nyilvános szentmisék, istentiszteletek, szertartások elmaradnak a súlyosbodó járvány miatt, de viszont vannak lehetőségek online belekapcsolódni, vagy a közmédia segítségével a nagy heti szertartásokba. És aki szeretne, ott mindenképp szívvel, lélekkel részt tud venni. A húsvétot három szent nap, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat előzi meg, amikor az apostolok elveszítették reményüket és a szomorúság vett erőt rajtuk, vallja a plébános. Krisztust ugyanis nagy csütörtökön fogták el és nagy pénteken feszítették keresztre. Harmadnapra, vasárnap azonban megtörtént a legnagyobb misztérium, a feltámadás. Az atya szerint, ahogyan Jézus tanítványai, úgy érezhetik most magukat az emberek is. Ne féljetek! Hát velünk az Isten. Él, és itt van. És tudja, látja nehéz napjainkat, helyzetünket, amikor annyi ember meghal, annyi ember szenved a kórházakban, ő látja. Egy a fontos, hogy higgyünk abban, hogy van feltámadás, van remény, van öröm. Nem szabad csüggednünk, ahogy az apostolok is, hanem ebben a hitben is kívánom, hogy ez a feltámadás fénye járja át szívünket, családjainkat, lelkünket, hogy van élet a halál után, lesz élet a járvány után.
Száva Szabolcs kiemelte, a járvány a rohanó világunkat állította meg, hogy fordítsunk több figyelmet szeretteinkre, és gondolkodjunk el azon, mi az élet értelme. Itt az ideje átértékelni többek között a kézfogás, az ölelés és a találkozás örömét és jelentőségét. A tavalyihoz hasonlóan az idei húsvétre is árnyékot vetnek a szigorítások és a korlátozások. A locsolkodás, a vendégvárás és a tojásfestés hagyománya a régi időkre nyúlik vissza, de most a vásárhelyiek nagy része szűk körben ünnepel, nem fogadnak locsolókat. Az emberek mégis igyekeznek az ünnepi hangulatot becsempészni a háztartásaikba. Feldíszítik a lakást és hagyományos menüt, sonkát és tojást tesznek majd. Idén szűk családi körben töltik a húsvétot az emberek, sokan lesznek csak ketten, most nem hívják meg már felnőtt gyerekeiket, egymástól távol töltik a hosszú hétvégét. A vásárhelyieket már mentálisan is megviseli az, hogy nem tudják tartani a régi szokásokat, idén elmaradnak a nagy családi ebédek, és nem lesz locsolkodás sem. Már a karácsony se volt az igazi, azt hittük a húsvét már igen, de nem, de hát szerintem minden emberbe tartja. Mert ez a legveszélyesebb, ez a közösségi találkozás. Tehát ez fölülírja az oltás mindenképpen. A kettő együtt. Hát reméljük, hogy az nyára jobb lesz. Az ünnep hangulatához hozzátartoznak az ilyenkor hagyományos ételek. Szinte minden vásárhelyi asztalon lesz sonka, tojás és kalács is. A sonkafőzés az én rám hárul, és a előkészületeknek jó része. Mi a jó sonka titka önöknél? A jó sonka titka. Hát először is a jó sonka. Mondjuk rá mindegyiknek más a hagyomány, a szájíze, ki hogyan szereti, de mi a hagyományos sonkát szeretjük, csak a sima sózott sonkát. Az egész család nem fog összejönni, csak ilyen kisebb ebéd vagy vacsora, de az se nagyon, tehát szét lesz osztva a család, mi elég nagy család vagyunk, és akkor hát sonka az van, sütemény egy kicsi. Igaziból nem visszük ezt túlzásba a menüket. A gyerekeknek is nagy öröm a húsvét. Egy vásárhelyi család idén határozott úgy, hogy végleg búcsút intenek Angliának és hazaköltöznek. Leginkább 2 éves kislányuk miatt döntöttek így, mivel szeretnék, ha ő is megismerné a magyar hagyományokat. Biztos, hogy a papa meg fogja locsolni, és kicsit követjük a nyugati kultúrát is, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz a húsvéti nyuszi. Mit fog elrejteni a kertbe? Lesz esetleg tojásvadászat? Igen. Az általunk megkérdezettek nem ilyen húsvétra vágytak volna. Szeretnének már szabadon mozogni, és nem csak a családhoz, hanem a barátokhoz is elmenni. Bíznak benne, hogy nyáron már helyreáll a rend, és egy COVID-mentes hódmezővásárhelyen kapcsolódhatnak ki. Kedves nézőink, önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták. Hírműsorral legközelebb kedden délután 17:30-kor jelentkezünk. Legyenek akkor is a nézőink. Kellemes ünnepet kívánok valamennyiüknek. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!